Az igazi siker a bennünk rejlő képességek kibontakoztatásának öröme. Magnum vice domine rector, tisztelt főmunkatársasszony, hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeim, kedves kollégáim! Konferenciánk ezen mottójával, mottóival köszöntjük nagy tisztelettel és szeretettel minden kedves megjelent vendéget, a Veszprémi Érseki Tudományi Főiskola által 2 évvel ezelőtt indított tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, kimenetre építő pedagógus szakvizsga továbbképzés keretében meghirdetett pedagógiai szakmai napon. Főiskolák képzési profiljának speciális jellegén felülemelkedve nem csupán a hitéleti tanárképzés mellett elkötelezett. Intézményünk vezetése és szakemberei ugyanis hitet tettek a modern tanárképzés gyermekközpontúsága mellett, és elkötelezték magukat az új társadalmi kihívásokra szakszerű választ kereső erkölcs és lélekcentrikus tanárképzés mellett, amelynek ezen a helyen 2 lényeges állomását szeretném kiemelni. 2014. januárjában azzal a célra, hogy a tanárképzésben a lehető legtágabb kontextusban be tudjon kapcsolódni, főiskolánk együttműködési megállapodást kötött a Veszprémi Pannon Egyetemmel, amelyben az aláírók kinyilvánították azon szándékukat, hogy együttműködnek a hitéleti és a közismereti tanárképzésben, és a tanárképzés területén rendszeres tervszerűen kialakított szakmai kapcsolatot építenek ki egymással. Ennek eredményeként a 14-15-ös tanévtől 6 szakpári képzés elindulása valósulhatott meg. Hittanár nevelőtanár, ugye az a hittudományi főiskola része hitéleti tanárképzésben, és ehhez a Pannon Egyetem 6 további közismereti szakot adott, az angol nyelv és kultúra tanára, a német nyelv és kultúra tanára, magyar tanár, természetismeret, környezettan tanár, informatika tanár, valamint egy drámai szint. Köszönöm, hogy így maradt már a tehetség fogalmáról is. Azt gondolom, hogy ezért a legizgalmasabb, hogy egyébként mégis nem olyan egyszerűen megfogható, és van egy csomó olyan nézet, ami nagyon jól hangzik, csak nem biztos, hogy igazolható. Legtöbb jól hangzó nézet nem igazolható egyébként, de másik problémák. Ugye nagyon jó, mikor kitűzhetjük az ászlóra azt, hogy mindenki tehetséges. Ez nagyon jól hangzik, csak azt, hogy nem bizonyítható, az egy dolog. A másik, hogy ha logikailag megnézzük, akkor nem igaz. Akármennyire is szeretnénk, hogy mindenki tehetséges, de gondoljuk meg, hogy ha mindenki tehetséges, akkor maga a tehetség szó miről szól? Ugye a tehetségnek van egy ritkaság kritéria, úrma. Nem annyira ritka, mint amennyire megjelenik. De azért a tehetség valami kéne, hogy legyen a fogalomban, hogyha úgy gondoljuk, hogy ezt a fogalmat használni kell. Amivel összetéveszik tulajdonképpen a tehetséget, az a jó képesség. Mindenkinek van erős oldala, és sőt jó képességei, amivel igen magas szinteket érhet el, de ez még nem ugyanaz. A tehetség az valami más. A tehetség tulajdonképpen egy természeti erőként tekintek a tehetség. A tehetség egy olyan természeti erő, ami egy sokszoros nyomást jelent az emberben, akiben ez ott van. Egyszerűen nyomja az útjára, és nem vagy, és sokkal erősebb van a nyomás. Mindannyiunknak megvan az útja. Csak a tehetség ilyen extrém módon nem tudja odaadni, hogy működnek. Ezek azok, amelyek eltérőtek. Azért nem hagytuk, hogy a valóban a társadalom irányában alkothasson. Hát nekünk ezt a természeti erőt kell segítenünk, és tulajdonképpen ez a tévedés, hogy összetévesztjük a tehetséget a képességgel. A tehetség nem képesség, hanem egy eltérő viszonyulás a világhoz. Másképp viszonyul a világhoz. Egyszerűen egy sajátos attitűd. Most sok minden van a kezemben, de azért megmutatom, ugye, ez a 3 gabdás kaszkád, nem tudom, mit gondoltok, hogy mi kell hozzá, hogy az ember megtanulja a 3 gabdával kaszkádot dobni? Ez a úszó gyakorlás. Ugye ahhoz, hogy a tehetségről beszéljünk, mindenképpen a legfontosabb a gyakorlás. Hát
tanulni a három napás kaszkádot. Ezt most már lassan bizonyítani is tudom, mert nálam az egyetemen az alulteljesítő tehetségkurzust ki lehet váltani azzal. A gyakorlati részét, ha megtanulom valaki három labdával kaszkádot dobni. Nem, és sorra tanulnak meg, vizsgáznak meg, küldik a videókat, tényleg. Tehát, mert nehéznek látszik, de ezt mindenkinek tudja tanulni. Majd mondom, hogy miért fontos, hogy nem csak azért, hogy megtapasztaljam azt, hogy ha valamit csinálok, azt el tudom érni.